Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Ő Excellenciája Alekszandar Vučić urat, a Szerb Köztársaság elnökét, valamint Ő Excellenciája Karl Nehammer urat, az Osztrák Köztársaság kancellárját, a munkatalálkozójuk alkalmából rendezett nemzetközi sajtótájékoztatón. Tisztelettel köszöntöm a szerb, az osztrák, valamint a magyar delegáció tagjait és minden kedves vendégünket. Felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Hálásak vagyunk Szerbiának, hogy eljött az elnökük, és hálásak vagyunk az osztrákoknak, hogy itt van velünk a kancellárjuk. Ahogy az előre látható volt, ez egy hosszabb sorozat első nyitó találkozója, amiért összejöttünk, az a migráció. Három olyan ország vezetője áll most önök előtt, akit a lehető legsúlyosabban érint ez a kérdéskör. Mind a hárman szenvedünk az illegális migrációtól. Ez rengeteg energiát, élőerőt és óriási összegeket emészt föl, miközben egyáltalán nem vagyunk elégedettek azzal a helyzettel, ami kialakult. Meg kellett állapítanunk, hogy a szerbek határőrei, a magyarok határőrei és a osztrák határt védő rendőrök és katonák heroikus küzdelmet folytatnak az illegális migráció megfékezése és az embercsempészek ellen. Csak a legnagyobb elismeréssel tudunk szólni az egyenruhásaink teljesítményéről. Ennek ellenére a helyzet egyre nehezebb, a számok és a tények egyre riasztóbbak. Miközben a világnak ma vannak más égető problémái, a figyelem is ezekre irányul elsősorban, hiszen itt az orosz-ukrán háború, itt van a mindannyiunkat gyötrő magas energiárak és a szankciók problémája. És a migrációra nem irányul elegendő figyelem, pedig ez legalább olyan fontos kérdés, mint az másik kettő. Arra tettünk most kísérletet, hogy szembenézzünk a helyzettel, és intézkedéseket dolgozzunk ki. Magyarország azért kezdeményezte ezt az összejövetelt, mert mi vagyunk a legspeciálisabb helyzetben. Ugyanis nekünk két irányból van migrációs problémánk. Az orosz-ukrán háború következtében több mint 1 millió menekült érkezett keleti irányból, Ukrajna felől, miközben a déli irányból is a határunk folyamatos ostrom alatt áll. Csak az idén mintegy 180 illegális határátlépési kísérletet kellett semlegesítenünk. Ha a jövőt nézzük, akkor van néhány olyan fejlemény előttünk, amely tovább fogja nehezíteni a helyzetet. Először is nem látom, hogy a migrációt ösztönző, a pull faktorokat erősítő brüsszeli politika változna. Az újraosztási kvóták mindig újra és újra napirendre kerülnek. Itt van előttünk a post-Cotonou-nak nevezett nagy összeurópai megállapodás. A háború és a szankciók miatt egy világgazdasági visszaesés és egy világélelmezési nehéz helyzet. Ezek együtt mind növelni fogják az illegális migráció súlyát. Az Európába vezető migrációs útvonalak közül a legsúlyosabban érintett az a nyugat-balkáni útvonal, itt jönnek a legtöbben. Ráadásul azt észleltük, ez különösen nekünk, szerbeknek és magyaroknak okoz nehézséget, hogy az illegális migráció és az embercsempészek aktivitása szintet lépett, egy minőségi szintet lépett, éles fegyvereket is használnak egymás közötti konfliktusokban és a határőreink ellen is. Ez a három ország nem egyszerűen csak a saját határait védi, persze én Magyarország nevében beszélek elsősorban, hanem egész Európát védjük. Magyarország teljesíti a schengeni tagságból fakadó kötelezettségeket. De az lenne az érdekünk egész Európának is, és mindhármunknak, akik itt állunk, hogy ezt a védvonalat minél délebbre toljuk. Ma az elsődleges védvonal a szerb-magyar határ, és mindannyiunknak az az érdeke, hogy ez a védvonal délebbre kerüljön. Eddig is adtunk segítséget Magyarország is, és Ausztria is, Szerbiának és Észak-Macedóniának.
de úgy érezzük, hogy most egy új, az együttműködés egy új dimenziójára van szükség. Ezért a mai szándékokat tisztázó és a politikai irányt kijelölő találkozó után hamarosan lesz egy következő találkozó Belgrádban, ahol az illetékes miniszterek találkoznak, ahol a konkrét lépéseket fogják megfelelő jogi formába önteni, illetve ha a közös föllépés lesz, amit szeretnénk, ennek a pénzügyi és élőerő feltétel is ott fogjuk majd tisztázni, és egy harmadik találkozót is tervezünk, aminek majd a kancellár úr ad otthont Bécsben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Most pedig felkérem Alekszandar Vučić urat, a szerb köztársaság elnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Dámy i gospodo, poštovani novinari, uvaženi prijatelji, tisztelt Orbánul, tisztelt Nehammer úr, tisztelt résztvevők, kedves kollégák, először is szeretném megköszönni Orbán Viktornak, mai vendéglátónknak ezt a kivételes fogadtatást, hiszen mindig van annyi bátorsága, ereje, hogy felvesse a fontos regionális kérdéseket. Igyekszem röviden fogalmazni, illetve rövid lenni, de szeretném elmondani, hogy mi ma minden fontos és lényeges kérdést áttekintettünk, amelyekkel szembesülünk az energetikai szektorban, a pénzügyi helyzet tekintetében, mind a három országban, hiszen mindannyiunkat érintenek ezek a kérdések, ezt tudják a magyarok, és tudják az osztrákok is, és különösen mi szerbek, akik szegényebbek vagyunk a másik két országnál. Tehát nem lesz könnyű, ez az ősz, ez a tél, és attól tartok a jövő tavasz sem, és azokhoz képest, akik eléggé optimisták, én attól tartok, hogy még a következő tél is elég nehéz feladatok elé állít bennünket. Hálás vagyok barátaimnak, Orbán miniszterelnök úrnak és Nehammer kancellárnak, hogy közösen gondolkodunk. Most mostanában egyre nő az illegális migránsoknak a száma, és Oroszországból is egyre többen érkeznek Szerbiába. 17 ezer ember érkezett az Orosz Föderációból és Ukrajnából összesen Szerbiába, és ez az a szám, akik egy éves tartózkodási engedélyt kaptak, hol vannak azok, akik nem is kaptak még tartózkodási engedélyt. Ez egy óriási szám Szerbia számára, amely viszonylag kis ország. Remélem, hogy a barátaim, Nehammer kancellár úr és Orbán miniszterelnök úr von der Leyen asszonynak is átadják ugye ezt az üzenetet. Tehát január 1-től szembesülünk az Európai Unió új vízumpolitikájával, és a nehezebb lesz a nyugati irányba, illetve a nyugati országokba való utazás. Tehát Belgrádban az emberek nem is tudják, hogy milyen komoly problémákkal szembesül a határőrségünk, de a kanizsaiak, tehát a magyar kanizsaiak és egyáltalán az északi határ mellett élő emberek nagyon is érzik ezt. Ezért igyekszünk ugye ezzel a közös összefogással, közös munkával segíteni mindhárom ország illetékes rendészeti erőinek. Néhány nap múlva Belgrádban igyekszünk átgondolni és kidolgozni, hogy milyen is legyen ez a megállapodás, ami alapján egy akciótervet is elkészítünk, hogyan tudjuk azt végrehajtani, és hogyan tudjuk megőrizni Európa további részeit is, mindazokkal az intézkedésekkel, amelyeket tervezünk. Szerbia maga részéről megbízható partnere lesz magyar és osztrák barátainak, és semmi kétségem, hogy sikerült tettük alá hozni ezt az együttműködést. A ma érintett többi témával kapcsolatban azt hiszem szintén jól szót értettünk egymással, mert amikor a gáz tartalékokról beszélünk, és hogyha
természetesen mindenki a saját tartalékaira figyel, de hogyha egy-két-három napig nem lesz elegendő gáz, akkor valaki mástól kell beszerezni, és hogyha élelmiszer hiány keletkezik, azt is valami módon meg kell oldani. Ha a migráció erősödik, abban is tudunk egymásnak segíteni. Tehát az egymás segítése a lényeg. Nagyon köszönöm a kezdeményezést, kedves Viktor. Nagyon köszönöm, Karl, a támogatást, és köszönjük az Szerbiának nyújtott támogatást és az európai integráció útján. Köszönöm még egyszer. Elnök úr, köszönöm szépen. Most pedig felkérem Karl Niemer urat, az Osztrák Köztársaság kancelláriát, hogy tegye meg nyilatkozatát. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst einmal nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim, mindenekelőtt nagyon szépen köszönöm Magyarországnak és miniszterelnök úrnak, neked Viktor, hogy lehetővé tetted ezt a konferenciát. Ez egy fontos alkalom, és egy számunkra valóban fontos kérdéssel foglalkozunk, és szeretném leszögezni azt, hogy minket ez egyaránt ugyanolyan mértékben érint, annak ellenére, hogy Ausztria nem rendelkezik uniós külső határral, már közel 70 ezer menedékkérelmet fogadtunk be az Indiából, Pakisztánból, Bangladesből, Irakból, Afganisztánból érkezett emberektől. Ezen túlmenően Ausztria védelmet nyújt 80 ezer nőnek, gyermeknek és férfinak, akik Ukrajnából érkeztek. Ez azt jelenti, hogy Ausztria számára egy meghatározó, jelentőségű biztonsági kérdés, egyúttal pedig a társadalom szociális stabilitásának alapvető kérdése, hogy mindent megtegyünk, amit lehetséges közösen, hogy az irreguláris migráció ellen fellépjünk. Szerbia, Ausztria partnere ebben, eddig is igen jó az együttműködésünk, és nagyon szoros együttműködést ápolunk Magyarországgal is. Viktor, hadd ragadja meg a lehetőséget, hogy itt is köszönetet mondjak a jó rendőri együttműködésért, hiszen ez odáig terjed, hogy akár közös rendőri őrjállatokat folytatunk le, hogy a bűnözés és az embercsempészet ellen fellépjünk. A szervezett bűnözés és az embercsempészet kiaknázza az emberek súlyos helyzetét, és a nemzetközi rendőri együttműködéssel sikerül őket fénybe verni. Nagyon hosszú időre visszamenő együttműködés áll fenn Szerbiával, a szerb rendőrséggel, ugyanúgy, mint a magyar rendőrséggel, a rendőri szervekkel, és köszönöm szépen ezúton is ezt az együttműködést, amely hosszú ideje már baráti szinten és a bizalommal jellemezhetően működik. A konferencia eredményei tényleg felmutathatóak. Egyrésztről az államaink rendőri szervei közötti együttműködést tovább bővítjük. A technikai megvalósítással későbbi konferenciák foglalkoznak, majd egy politikai találkozó következik Belgrádban, hogy tényleg érdemben tudjunk dolgozni, és legyen ennek eredménye. Másrésztről ezeket a konferenciákat és a technikai együttműködést arra használjuk fel, hogy a szerb köztársaságot közvetlenül támogassuk, segítsük abban, hogy közvetlenül visszajuttassa az illegális migránsokat, és nem csupán a szaktudást, hanem technikai segítséget is biztosítunk, hogy ezt lehetővé tegyük, hogy ez a visszajuttatás már Szerbiából megtörténhessen, és ugyanúgy ügyelünk arra, hogy az észak-macedóniai szerb határon csökkenjen a nyomás a határon. Közös kezdeményezéseket indítunk, hogy az észak-macedóniai hatóságokat segítsük ebben. Ausztria mind rendőri erőket biztosít észak-macedóniának, mint pedig Szerbiának is. Itt már megvan a hozzáértésünk, a szaktudásunk, de most az a feladat, hogy mivel a migrációs nyomás egyre emelkedik, ezt kell csökkentenünk. Számomra az Osztrák Köztársaság szövetségi kancelláriának számára rendkívül nagy eredményenek a konferenciának az az ígéret a szerb elnök úr részéről, hogy a vízum szabályokat az uniós szabályokhoz igazítják. Ez tovább csökkenti a nyomást, mert éppen Ausztriában is tapasztaljuk a menedékkérelmek számának emelkedését olyan országokból, amelyek állampolgárai Szerbián keresztül illegálisan jutott
jutottak Magyarországra, majd Ausztriába, és ott menedékkérelmet nyújtottak be. Orbán Viktor miniszterelnök úr már említette, hogy jelenleg egyidejűleg nagyon sok kihívással kell szembesülnünk. Ezek mind terhelik a lakosságot, az áremelkedés, az infláció, az energiaárak emelkedése, a háború Ukrajnában. Véleményem szerint az Európai Unió közösség részéről is együttesen kell az ellen fellépni, hogy Európán belül a háborút már ne fogadják el. Egyúttal pedig azt látjuk, hogy csak együttesen tudunk szembeszállni a biztonság területén felmerülő nagy kihívásokkal, és egyúttal pedig az emberek ellátás biztonságával felmerülő kérdésekkel is. És nagy örömmel várom a következő találkozót, mert, hölgyeim és uraim, amit önök itt látnak, az három olyan ország együttműködése partneri szinten, amelynek egy közös célja van, nevezetesen az, hogy az egyes országokban élőket szolgáljuk, és számukra nagyobb biztonságot szavatoljunk. Köszönöm szépen, kancellár úr. Néhány kérdésre lesz alkalmunk és időnk. A Magyar Televíziót kérem először. Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok a Magyar Televíziótól. Orbán Viktor miniszterelnök úrtól kérdezném, hogy hogy látja, hogyan lehetne tehermentesíteni a nyugat-balkáni útvonalat? Ön említette, hogy minél délebbre kellene tolni a védvonalat Görögországig? Köszönöm. Három dolgot kellene csinálni. Az első, minél délebbre tolni azt a védelmi vonalat, amin egész egyszerűen nem lehet átjutni. Most ez a vonal a szerb-magyar határon van. Ez Szerbiának egyáltalán nem jó. Mi se vagyunk tőle boldogok. Tehát minél inkább déli irányba kell haladnunk. Szerintem lépésről lépésre. És először azt a célt kell kitűznünk, hogy a szerb-macedón határt erősítsük meg, és aztán utána meglátjuk Macedóniával, hogyan tudunk együttműködni, haladhatunk majd tovább. Ez az első feladatunk. A második, hogy akik illegálisan vannak az országainkban, azokat vissza kell vinni oda, ahonnan jöttek. Ehhez meglehetősen sok munka és pénzügyi forrás szükséges. Ezt igazán magára vállalhatná az Európai Unió, hiszen ez egy közös érdeke minden európai országnak. Eddig nem jeleskedett az Unió e tekintetben, szeretnénk, ha itt jobban teljesítene. A harmadik dolog, amit pedig el kell érnünk, ez a legnehezebb falat, egy, ahogy Brüsszel mondják, hotspotot, mondjuk úgy, hogy menekült körzetet kell létrehozni az Európai Unió területén kívül. Ha megváltoztatnánk az Európai Uniós jogrendet, amit én szívből kívánok és szorgalmazok, és kimondanánk, hogy menedékkérelmet csak és kizárólag az Európai Unió területén kívül lévő körzetekben, hotspotokban lehet benyújtani, és addig, amíg a kérelmeket nem bírálták el, nem lehet belépni Európa területére, akkor megoldódnának a gondjaink. A nagy vita ma az unión belül azért áll fönn, mert vannak országok, akik ezt szeretnék, és vannak országok, akik pedig nem. És a vita nem dőlt el, hanem egy holdpontra jutott, és még ez a ügy a holdponton van, addig folyamatosan áramlanak be az illegális bevándorlók. Úgyhogy három dolog, déli védelmi vonalat minél lejjebb tolni, aki illegálisan van itt, hazaszállítani, és külső hotspotot felállítani, és ehhez igazítani Brüsszel jogrendjét. Évét, kérem szépen. Pink Television, Szabija. Hvala. Dobar dan, Nikolina Berga, Televizija Pink. Jó napot kívánok, Nikolina Berga, Pink TV, Belgrád. Alexander Vučić úrnak teszem fel a kérdést. Ezen a mai napon tárgyalt a magyar miniszterelnökkel és az osztrák kancellárral az energetikáról is, és említette, hogy mennyire fontos az együttműködés, hogy áthidaljuk a válsághelyzetet. Megbeszéltek-e esetleg
valamilyen elértek-e valami tovább együttműködést az elegendő gázmennyiség biztosítára az idei télen Szerbiában. Továbbá még egy kérdés a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár számára, milyen helyzetre számítanak az idei télen az energetikai tekintetben, mi van, hogyha Oroszország elzárja a gázcsapot, mit tesznek akkor a kormányok? Köszönöm. Először is egy dolog, tehát Szerbia nem szeretne hotspot lenni, nem szeretnénk, ha nálunk parkolnának a migránsok, ezért a nemzetközi jogot mindig tiszteletben tartva, de természetesen a szolidaritást is azokkal az emberekkel, akik nehéz helyzetben vannak, azért persze minden mellett igyekszünk megőrizni a hazánk, illetve az országunk békéjét. Ez a migránsokra van. A helyzet egyébként sokkal súlyosabb, mint ahogy az emberek gondolják és látják, mert egyik országban se a három közül nem szokták meg az emberek az e-fajta válságokat, mert ugye nem látják, hogy mi az, ami vár ránk. De ez egy nagyon súlyos, borzasztó helyzet, és aki bármi más mond, az hazudik. Ugyanis most ma én Viktornak és Kárlnak is elmondtam, mindaz, amit az elmúlt 10 évben jól csináltunk, hogy fejlesztettük a gazdaságot, fejlesztettük az ipart Magyarországgal, 3 milliárdos kereskedelmi mérleget jegyzünk Ausztriával is hasonlóan, tehát megváltoztattuk az országunkat, a gazdaságunkat, de mindez 6 hónap alatt tönkre mehet. És persze nem a mi hibánkból. Tehát gyakorlatilag nulla lenne a mi bűnünk, a mi hibánk, ahogy ugyanez a helyzet Magyarországon és Ausztriában is. Nem az a kérdés, hogy lesz-e elegendő gázunk, hogy a lakosságunk fűteni tudjon, vagy főzni tudjon, vagy melegíteni tudja a vizet, hanem hogy mi lesz a cégekkel. Ki fogja kifizetni annak az árát, hogyha a cégeknek nem lesz gázuk, és a cégek nem tudnak termelni. Tehát, hogyha bezárjuk a cégeket, akkor nem lesz vásárlóerő, bezárnak a vásárlóközpontok is, mert az embereknek nem lesz miből kifizetniük az energiaszámlát, nem hogy vásárolni. Tehát számunkra ez ugye egy szociális kategória, de tudni kell azt is, hogy állami szinten, tehát az állami háztartás is óriási veszteségeket jegyez. Tehát mi nem tudjuk magunkat összehasonlítani a németekkel vagy a franciákkal, hozzájuk képest mi borzasztó szegények vagyunk, és kevesek vagyunk, de nem is talán a legszegényebbek az egész régióban. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt az energiaválságot? Az csak is úgy, hogy de facto ugye szubvencionáljuk, tehát támogatjuk a lakossági, és hát ha egy mód van rá, ugye akkor általában az energia árakat. Tehát, hogyha gondolják, akkor én most itt a plafon tudnék ugrani örömömben, hogyha ugye nem kerülne erre sor. De az a helyzet, hogy nem látjuk, meddig fog még ez a súlyos állapot, ez a súlyos helyzet, ez a nehéz helyzet tartani. Mit tehetünk ilyen helyzetben? Az, hogy egymásnak segítő kezet nyújtunk. Tehát a helyzet súlyos, a helyzet szörnyű, és még rosszabb lehet, de sokkal könnyebb, hogyha tudjuk, hogy vannak barátaink, akikre számíthatunk, és akik segíteni fognak, amennyire lehetséges. Most először is nagyon komoly helyzetet, több, mint komolyan kell venni. Ausztriában mind az emberek, mind a gazdaság számára komoly intézkedések történnek, de az is igaz, hogy egyelőre csak a hatást küzdjük le, és nem az okot, mert pedig az ok a magas gázár. És éppen itt, éppen az Európai Unió részéről közös megoldás szükséges, és ha ezt megtaláljuk, akkor el lehet gondolkodni azon is, hogy ezt a közösségi megoldást hogy lehet mások számára is használhatóvá tenni. Központi jelentőségi kérdésnek tartom ezt az Európai Unió stratégiai biztonsága szempontjából, de a Nyugat-Balkán államai szempontjából is. Ausztria nagyban érdekelt abban, hogy a Nyugat-Balkán államok mindig közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz, mert a mi szemszögünkből nézve osztrák szempontból
Szerbia és a Nyugat-Balkán minden többi állama nagyon jelentős stratégiai partnerek Ausztria és az Európai Unió számára is, nem utolsó sorban Magyarország is ugyanezt a stratégiát követi. Egy dologra azonban szeretném önöket megkérni, mert számomra ez igazán fontos. Én magam is katona vagyok, és tudom, mit jelent az, ha az ember megpróbálja az ellenfelét háborús propagandával felőrölni. És most helyt kell állnunk a nyugat-balkáni országoknak, csak úgy, mint az Európai Unió országainak is. És egy eszköz, hogy destabilizáljunk kormányokat, hogy pánikot és félelmet terjesszünk, az a háborús propaganda, és ez nem is eredménytelen, mert az emberek tényleg félnek és elbizonytalanodtak. Nekünk pedig mindent meg kell tennünk politikai felelősökként különösen, hogy az embereket megszabadítsuk a félelmüktől, mert a félelem rossz tanácsadó. És ez is ide tartozik. Konkrét intézkedések szükségesek. Mi egy közösség vagyunk. A válság ezen idejében mindenképp össze kell, hogy tartsunk, és nem engedhetjük meg, hogy kívülről agitáció révén az embereket egymás ellen fordítsák az egyes nemzetállamokban, és a félelemből aztán a rossz következtetéseket vonjanak le. Tehát mi, mint politikai felelősök, meg kell, hogy szabadítsuk az embereket ettől a félelemtől. Amit a magyaroknak ebből a helyzetből érdemes megtanulniuk, az az, hogy azok a szállítási útvonalak, amelyek keleti irányból érkeztek Magyarországra, azok megbénultak, vagy meg fognak bénulni a következő időszakban. Ezért a magyaroknak a kulcs kapcsolatrendszerük déli irányban van. Legyen szó közlekedésről, legyen szó energiáról, legyen szó gázról. Tehát bár már Széchenyi megmondta 150 évvel ezelőtt, hogy a magyarok ha akarnak, ha nem, mindenképpen jó barátságban kell, hogy legyenek a szerbekkel, mert ez elemi nemzeti érdek. Ez 150 éve is igaz volt, most meg aztán az orosz-ukrán háború fényében evidens. Tehát Magyarországnak úgy kell most Szerbiára tekintenie, mint a legfontosabb partnerére, akin keresztül el tudja érni a világot. Persze nyugati irányba Ausztria, mint mindig, de keleti irányba és déli irányba Szerbia. Ezért a legszorosabb együttműködésre törekszünk Szerbiával, legyen szó pénzügyekről, gazdaságról, energiáról. Hálásak vagyunk a szerbeknek, hogy rajtuk keresztül jön az a cső, amin Magyarország is ma egyedüliként ebből az irányból gázt kap, és átjön Szerbián, és megérkezik Magyarországra. Egy olyan időszakban, amikor mindenki csak saját magával törődik, és a szerbek ebben a helyzetben nem kapcsolják le a magyar mennyiséget, hanem az hiánytalanul megérkezik Magyarországra. Ezt mi egy nagyon komoly baráti gesztusnak tekintjük, ezért persze mi sem úszunk a gázban, olyan 5-6 hónapra elegendő, az ország működtetéséhez 5-6 hónapra elegendő mennyiségünk van, de azt nyugodtan mondhatom, hogy amíg Magyarországon lesz gáz, addig lesz Szerbiának is gáz, majd valamilyen módon megsegítjük egymást, mert nem felejtjük el, hogy ebben a nehéz időben is föl tud jutni a gáz Szerbiából Magyarországra. Ezért kell nem megállítani, hanem mint nagy magyar nemzetstratégiai célt tovább folytatni a Belgrád-Budapest vasútvonal építését, mert keleti irányból nem tudjuk elérni az ázsiai piacokat, egyre inkább csak Szerbián keresztül nyílik erre lehetőség, ez fölértékeli ezt a nagy közös vállalkozását a két országnak. És nem is akarom eltitkolni, csak ma nem ezért vagyunk itt, hogy mi nagyszabású energetikai együttműködésben gondolkodunk Szerbiával hosszabb távon, össze akarjuk kapcsolni a rendszerünket, tulajdonosi oldalról is össze akarjuk kapcsolni a nagy energiatermelő és szállító rendszereinket, hogy a két ország egyszerre tudja a saját polgárainak biztonságosan megadni az energiát a gazdaság és a háztartások működéséhez. Ami a cégeket illeti, mert volt itt egy megjegyzés, ami erről szólt. Ez egy fontos kihívás mindannyiunknak, de leginkább Európa számára egy óriási kihívás. Óvatosan mondom, de hát egy bombával ért föl az a bejelentés, hogy kiderült, hogy Németország van abban az állapotban, hogy sok száz milliárd euróval tudja megsegíteni a saját cégeit. Nincs közös európai megoldás,
az európai cégek megsegítésére. Persze a szankciós politikát mindenkire ráerőltetik, de nincs közös pénzügyi alap, hogy kompenzáljuk ennek a pénzügyi következményeit, ezért a gazdagok óriási összegekkel fogják megsegíteni a saját cégeiket, a szegényebbek meg ezt nem tudják megtenni. Ez a kannibalizmus kezdete az Európai Unióban. Ezzel valamit kezdenie kell Brüsszelnek, mert egyébként az európai egységet ez meg fogja bontani. Köszönöm, az osztrák ORF-et kérem. Egy kérdést szeretnék feltenni az osztrák kancellár úrnak és a magyar miniszterelnök úrnak. A kancellár úr egy közös partnerségről beszélt. Milyen jelzésértékű üzenetet küldi a két ország ma az Európai Unió felé, Brüsszel felé? A második kérdésem, a szerb határon ismét lövöldözésről számoltak be. Hogyan látja ezt? Tehát egyrésztről, hogy milyen jelzést küld Ausztria és Magyarország Brüsszelbe, azt, hogy a jó szomszédság és két ország barátsága, amely több évszázados közös történelemre tekinthet vissza, jóban és rosszban egyaránt kiállt egymás mellett, az nehéz időkben is kiáll egymás mellett. Egy másik jelzést is küldünk Brüsszelbe, nevezetesen azt, hogy fontos az, hogy a bizottság elkezdje megtenni a szükséges lépéseket. Egy valós védelem szükséges a külső határokon, eltérő esetben nem lenne lehetséges az, hogy ilyen nagy számban lépjék át az emberek a határokat, a külső határokat, hogy Ausztriába jussanak. Nagyon gyors uniós eljárásokat kell a külső határon lefolytatni, és gyorsan kell visszajuttatni őket. Másként nem működne a gyors visszajuttatás, hogyha az Európai Unió a gazdasági erejét nem vetné latba. Éppen ezért ez a bizottság feladata, hogy visszajuttatási egyezményeket kössön azokkal az országokkal, ahonnan az emberek jönnek. Van egy másik jelzés, egy másik üzenet, amit Brüsszelnek küldünk. Sürgősen el kell azon gondolkodni, hogy hogyan kell, hogy megváltozzon a menedékügyi rendszer az Európai Unióban, és hogy milyen jogi rendszereket kell megváltoztatni, ugyanis megbukott a menekültügyi rendszer az Európai Unióban. Ez több, mint drámai jellegű. Ez egy kiváltó ok, és ennek a hatását nekünk, nemzetállamoknak, tagállamoknak kell elviselnünk. Egyfajta következményként, folyamányként. Az utolsó kérdésére válaszolva, mindig, amikor szemrehányást kapunk a rendőri munka vonatkozásában, akkor nyomozás zajlik. Ez így zajlik Ausztriában és Magyarországon. Hogyha nyomoznak, akkor annak az eredményét ki kell várni. A legjobb témák egyik az osztrák-magyar barátság. Kimeríthetetlen tárháza a fölhalmozott bölcsességnek, zseniális politikai, pénzügyi megoldásoknak és a politikai humornak egyaránt. Nagyon jól írja le ezt a helyzetet az a kifejezés, amit használunk egymásra. Ugye mi sógorok vagyunk. Az osztrák-magyar viszonyt, azt úgy, mi úgy is mondjuk, hogy az osztrák sógor, ez a kifejezés. Ami ugye jól mutatja, hogy nem a testvérünkről beszélünk. De nem is idegenről. Ebből jól látszik, hogy az osztrák-magyar viszony mindig is pragmatikus volt. Ez a legnagyobb üzenet, ez a legfontosabb üzenetünk. Hogy eljött annak a korszaka, amikor az ideológiai kérdéseket félre kell tenni. Ezek mind izgalmas kérdések, az ideológiai kérdések, de itt és most nem ideológiákra van szükségünk, konkrét megoldásokra. Migráció, illegális migráció, a energiaárak kérdése, háború. Tehát a legjobb hagyományait tudjuk elővenni az osztrák-magyar kapcsolatoknak, amely mindig konkrét kérdésekkel foglalkozott, ideértve a gazdasági együttműködést is. A modern magyar ipar megteremtésében Ausztriának óriási szerepe van, ma is fontos szerepük van a magyar gazdaságban, és remélem, hogy ez így lesz majd a jövőben is. Köszönöm az Origót. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, Kovács András, Origó. Mind a három állam és kormányfő úrtól szeretném kérdezni, hogy ugye Ursula von der Leyen az évértékelő beszédében arról beszélt, hogy szükség van egy kötelező szétosztási kvótára, vagy valamilyen fajta megoldása az Európai Unióba. Egyrészt önök támogatják ezt, másrészt pedig, hogy a elnök asszony nem beszélt arról, hogy
milyen anyagi segítséget nyújt a különféle államoknak. Önök kaptak informális vagy formális megerősítést az Európai Bizottságtól, hogy pénzügyileg segíti a illegális migráció elleni fellépésüket? Köszönöm szépen. Nem kaptunk ilyen ígéretet, bár az osztrákokkal szemben mindig elő szoktunk hozakodni a történelmi sérelmeinkkel. Most mégsem ezt a sérelmi politikai hangot ütöm meg Brüsszel irányába, csak tényként rögzítem, hogy Brüsszelből soha semmilyen segítséget nem kaptunk. A belügyi együttműködés keretében minden országnak rendelkezésre álló pénzből tudunk valamit fordítani migrációra, de célzottan erre a feladatra, mondjuk a kerítés megépítésére, működtetésére nem kapunk pénzt. Sőt, ennél a helyzet rosszabb, valójában az történik, hogy Brüsszelben olyan szabályokat tartanak fönn és erőltetnek ránk, amelyek életidegenek a világnak ezen a sarkán. Tehát azokkal a migrációs szabályokkal, amelyekkel ma Európában a menekültügyi rendszert működtetni akarják, az Uniónak ebben a térségében csak bajt okoznak. Nem is tudjuk őket használni. Amikor pedig azokat a szabályokat használjuk, amelyek itt működnek, akkor pedig mindig valami emberi jogi, vagy jogállami, vagy valamilyen eljárás alá vonnak bennünket, és be is szoktak perelni, és a bizottság az Európai Bíróság elé rángatja Magyarországot. Tehát nem elég, hogy nem kapunk segítséget, még akadályoznak is bennünket. Tehát az én fölfogásom az, hogy persze egyetértek az osztrák kancellár, hogy minél többet kell annak érdekében tenni, hogy egy új menekült politika jöjjön létre Brüsszelben, de nem ülhetünk erre várva ölbetett kézzel, hanem cselekednünk kell. A Frontexnek én nagy tisztelője vagyok, de a Frontex ma leginkább egy menekültügyi szervezetre emlékeztet, nem pedig egy határőrizeti szervre. És nekünk ma határőrizetre van szükségünk. Ezért jöttünk össze, hogy tényleges határvédelmi erőt mozgósítsunk, rakjunk össze, és próbáljuk ezzel az országainkra és Európára nehezedő nyomást csökkenteni. Örülnénk, hogyha a bizottság ebben partner lenne, örülnénk, ha lenne európai megoldás, de ebben a pillanatban az európai megoldások csak hátráltatnak bennünket, a nemzeti megoldásoknak van igazából terük. Ez nem jó, hogy így van, szeretnénk, ha Brüsszelben ez megváltozna. Zwei Dinge sind wichtig und das sieht man hier. Es braucht die Partnerschaft über die Unionsgrenzen hinaus. Kellenek az Európai Uniós határokon átnyúló partnerségek, és éppen ezért nagyon boldog vagyok, hogy a szerb elnök itt van velünk, és közösen keresünk a megoldásokat, mert nagyon fontos tovább dolgozni azon, hogy a Nyugat-Balkán az Európai Unió stratégiának fontos része legyen, maradjon, mert csak ott lehet megkezdeni azt, hogy a határokra nehezedő nyomást levegyük, méghozzá a szolidaritással együtt. Szerbiát nem szabad egyedül hagyni, ha Szerbiát az irreguláris migráció terheli. Észak-Macedóniát nem szabad egyedül hagyni, hogyha Észak-Macedóniát irreguláris migráció terheli. Csak akkor vagyunk szavaihetőek, hogyha a helyszínen ott segítünk az országoknak úgy, hogy a partnerség hatékony legyen és látható legyen. És ez az, amit az előbb még hozzá szeretem volna tenni. Meg kell változtatnunk az Európai Unión belül a jogi helyzetet annak érdekében, hogy tényleg hatékony menekültügyi eljárások történjenek, és utána olyan emberek esetében, akik nem maradhatnak, gyors legyen a visszatoloncolás. És éppen ezért most a kor parancsa, hogy az, ami összefogja a 27 Európai Uniós tagállamot, az a külső határvédelme, a gyors eljárás, a gyors visszatoloncolás. Az elosztás témája sosem fog sorra kerülni, mert e tekintetben nincs egység. És érintett országként Ausztria mit mondjon, ahol 70 ezer menekültügyi kérelem már most már van, hova kell elosztani, vagy egyáltalán kinek van olyan ötlete, hogy ide osszon, hogyha minket már úgyis most így terhelnek, az 1-es, 2-es, 3-as helyet mi csereberéljük az Európai Unión belül, és ez 27 országot jelenti. Azt jelenti, hogy legalább 24 tagállam kevesebbet nyújt, mint Ausztria,
az állam minden nap. Ez azt jelenti, hogy a mi közös feladatunk az kellene, hogy ezt a blokkádot, amit jogosan fogalmaz meg a magyar miniszterelnök, befejezzük azáltal, hogy elkezdjük azt csinálni, amiben egyetértünk. És tényleg 5 perc múlva éjfél van, igazából ebben a kérdésben. Az olyan érintett országok, mint Ausztria, Magyarország vagy Szerbia azt mondaná, hogy már 5 perccel el is múlt. Ja ću vrlo kratko. Dakle, mi nismo članice Evropske unije. Od 2015. godine sam molio za jasan stav po pitanju. Nem vagyunk az Európai Unió tagja. 2015 óta szeretnék kapni egy nagyon konkrét álláspontot a migrációval kapcsolatban. Igaz, hogy nem is bíráltak bennünket, de nem is igazán kaptunk konkrét ajánlatokat. Én más valamire szeretnék rámutatni. Én tudom, hogy az emberek talán Szerbiában nem vették ezt észre, talán a Magyarországon és Ausztriában sem. Kérem az Európai Uniót, az Európai Központi Bankot, minden európai tagállamot, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megerősítsék az európai valutát, az eurót, mert ez lesz a következő akna, amire ráléphetünk, és ami mindannyiunkat érinthet, hiszen a dollár értékének a növelésével az olajárak is növekednek számunkra, a nyersolaj ára az csökken, viszont az olaj ára, az a vásárlási ára viszont nő a dollár értékének a növekedése miatt. Tehát sokkal kevesebb pénzért megvehették Európában mindazt, amire szükségük van, mint ahogy korábban tették. Ez eddig rendben van, csak hogy sajnos ezzel párhuzamosan mi mindannyian, akik ugye nem tartozunk az eurozónához, nem is vagyunk az Európai Unióban, de el fogunk szegényedni. Tehát a 26%-a csökkentettük az államadóságunkat, de az államadóságunk az dollárokban van kiutatva. Ha arányítjuk az euróhoz, akkor ez itt jelentős összegeket jelent, és továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy az euró nem fogja ugyanazt, nem lesz ugyanaz az értéke Olaszországban, vagy Németországban, vagy Litvániában, és ez mindannyiunk számára, akik az Európai Unió perifériáján vagyunk, nagyon komoly problémákat okozhat. Ezért kérem Viktort és Karlt is, és minden egyéb barátunkat az Európai Unióban, hogy tegyenek mindent meg annak érdekében, hogy az eurót mint valutát megerősítsék, mert ez számunkra is nagyon sokat jelentene. Köszönöm szépen, és az utolsó kérdés pedig az APA, Osztrák Hírügynökségnek. Ich möchte, Sie haben erwähnt die Änderung der Visa-Regeln a Vízumszabályok módosítása Szerbia által említésre került. Ki tudná fejteni konkrétabban, hogy mit terveznek, és Ausztria a visszatoloncolásokat üdvözölnie az EU-n keresztül, az EU által? Nem értettem a kérdés második részét. Nos, a szerb elnök bejelentette, hogy a vízumszabályokat az Európai Unióhoz fogják kezdeni. Ez például azt jelenti Ausztria számára közvetlenül, hogy akkor az indiaiak vagy tunéziaiak, akik egy vízumliberalizáció révén Szerbián át beutaznak, azt jelenti, hogy ők már nem tudják olyan könnyen elérni a Nyugat-Balkánt, és így tovább utazni Ausztriába vagy az Európai Unió más országaiba. Ez csak példaként. Említem, és igen, én kifejezetten támogatom az Európai Unió általi visszatoloncolást. Ez egyelőre egy olyan rendszer, amit még sokkal inkább ki kell építeni, és kombinációban kell gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy az országok csak akkor készek a saját polgáraikat visszafogadni általában, hogyha ez nekik is előnyös. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk, hogy ebből kölcsönösen nyereséges helyzetet alakítsunk ki. Hogyha itt maradni nem jogosult embereket akarunk vissza, akkor ez az emberek származási országok számára is előnyt kell, hogy jelentsen, és ez pozitív fejleményeket is jelentett az Európai Unió számára, ha az ember beruházási projektekre gondol, ha az ember oktatási együttműködésre gondol, hogyha egyenrangú felek közötti együttműködésre gondolunk. Neki kell állnunk úgy felfogni a világot, amilyen valójában. A legkevesebben tudják, hogy Pakisztán hatalmas ország, 220 millió lakosa van, Indiában több mint 1 milliárd ember él. Még akkor is, hogyha csak néhány százalék indul útnak Európa
Európa felé. Ez akkor is a származási országok számára nem probléma, de a célországok számára nagyon is. Ez azt jelenti, hogy együttműködés szükséges. Ez most megtörténik nemzeti szinten, mi ezt Pakisztánnal csináljuk, Indiával csináljuk, de sokkal hatékonyabb, hogyha a teljes Európai Uniós gazdasági övezet, amely pedig egy gazdasági hatalom, köti ezeket a visszatonatolási egyezményeket, és így előnyök is lehetővé válnak a származási országok számára, és akkor így gyorsítva lehet ezt a visszatonatolást lebonyolítani. Kancellár úr, elnök úr, miniszterelnök úr, köszönöm szépen, sajtótájékoztatunk véget ér. Hölgyeim és uraim, viszontlátásra!